Szevasztok, szevasztok, köszöntelek itt a Konzolok Szerve csatornáján, Tájpó Mester vagyok, és ebben a videóban a Nintendo Switch-ről fogunk beszélni, mégpedig arról, hogy megéri-e megvenni, megéri-e idén megvenni, vagy jövőre. A Nintendo Switch, mikor megjelent, akkor a piac úgy reagált rá, hogy atya ég, ú, Nintendo, új konzol, ó, egy tablet, ugye? Hogy ezt nyomták, hogy ú, egy tablet, aztán kiderült, hogy you got bamboozled a look at you, hogy ez a tablet, ez olyan szinten össze van rakva, hogy egyrészt, tehát, hogy nagyon-nagyon strapabíró, mint az összes Nintendo konzol. Tényleg az összes Nintendo konzolon volt a Nintendo, a NES-től kezdve. Tényleg volt Super Nintendo, Nintendo 64, nagyon sokat nyomtuk, GameCube, Wii-ből most is van egyébként, ott van hátul egy, meg még van egy piros, egy új, meg volt Wii U-m is, és van Switch-em is. Switch Lite-om sajnos nincsen, de majd ami késik, nem múlik. Szóval, Nintendo Switch-et egyrészt a Nintendo játékokért érdemes venni. Első, ez az első. Nintendo Mario-zni akarsz, akkor azt csak Nintendo-n tudod megtenni. Illetve a Zelda. A Zelda volt az a játék megjelenéskor, ami gyakorlatilag eladta a gépet, tehát gondolhatjátok, hogy ez mennyire jó játék. Na szóval, itt van, és ugye a key feature-ök közt olyan, hogy key feature, vigyázzál, mert szakértő vagyok, figyelj már oda. Key feature. Ugye, meg a selling point. Oh my god. Szóval, ugye az a koncepciója, hogy itthon játszol vele, kis magaddal így játszogatsz, nyomod neki a mondjuk a Tetris 99-et, vagy valamelyik Mario-s játékot, a Luigi Mansion 3-at, ami fantasztikus játék, és akkor fogod magad, azt mondod, hogy el kell menjek valahova, ahol fogok mondjuk, mit tudom én, egy órát várni, akkor ezt figyeltem. Kiveszem csába, és itt folytatom tovább. Tovább, fel búcsú csókra, cimborák, tessék, és viszem, és nyomom, ugyanaz, sőt, találkozok egy barátommal, és mondjuk nekem megvan a FIFA 19, FIFA 20, és nem nyomunk egy FIFA-t. Hát de, nyomhatunk egy FIFA-t, de hát nekem nincsen Switch-em, nincs kontra, na, nyugi, itt van, tessék, ez a tied, ezzel nyomjad. Van egyébként hozzá egy ilyen, hát nem gripesz, hanem van hozzá egy kiegészítő, amivel a két felső gomb is elérhető, itt van valahol elhányva, és majd mindjárt megmutatom. Tudod, hogy hol van? Aztán azt mindjárt megnézzük, és az van, hazaérsz, belevágod a dokkolóba, a csoda, elmész. Tehát amikor én kézi konzolt kerestem, akkor mindig az volt a vágyam, hogy legyen egy olyan... Ja, köszönöm. Itt vannak ezek, ezt kell majd rátenni a Joy-Conra, ugye? Kettőt kapunk, és kiveszed, és akkor rádúrantod a Joy-Conra. Nagyon egyszerű egyébként, mert megvan. És akkor így. És ez, kérlek szépen, tehát ebben még az a nagyon-nagyon vagány, hogy ugye nincs rajta annyira sok gomb, hiszen van egy analógunk, négy gomb, meg két felső, tehát hogy ezt az volt a koncepció, hogy ezt így a kevésbé gamingben jártas emberek is tudják nyomatni, és ez teljesen be is jött. Amit viszont mindenféleképpen látod, érintőképernyős, tehát érintőképernyős, és olyan csodálatos játékok vannak rá, most csak így mutatom, hogy Captain Toad egyenesen egyébként ő Wii U-ról származik, a Captain Toad Treasure Hunt. Splatoon 2. Wii U-n játszottam a Splatoon-nal, csodálatos játék, a kettő szintén. Mario Kart 8 Deluxe. Ugye ő is Nintendo Wii U-ról jött, viszont a Wii U-nak nem voltak olyan combos eladásai. A játék gyakorlatilag brutálisan jó. Hát Super Mario Odyssey. Tehát Yoshi Crafted World. Mindet oda mutassam, komolyan. Nem kell. Super Mario Maker 2, Mario Party, és ugye vannak olyan játékok, amik ilyen nagyon speciálisak, mondjuk a Luigi Mansion 3 nem, de ugye a Luigi Mansionnek az a különlegesége, hogy a három rész mindig három gépen jelent meg, tehát tök máshol jelent meg. Az első még GameCube-ra volt a launch title, tehát amivel, figyelj, angolul launch title, amivel indult a gép, a második 3DS-re jelent, meg a harmadik pedig Switch-re. És vannak olyan játékok, amik
ugye, nagyon speciálisak, például a Fitness Boxing, ami gyakorlatilag egy ilyen boxedzős játék. Én ezt nyomtam, meg így nyomogatnám, hogyha majd így lehet. Rendes boxedzésen vagy, és akkor ott mutatja a figura, hogy mit kell csináljál, edződ van, méri a kalóriádat, stb. Mindenféle, nyilván csak kiszámolja, mert nincsenek eszközei, de tökéletes. Illetve a mostani ilyen speckó játék a Ring Fit Adventures, amit egy kerékkel tudsz irányítani, meg egy combfixel. Tehát tudsz, ki tudod gyúrni magad a játéka. Gyakorlatilag is ide kell behelyezni a Joy-Cont, és egy ilyen RPG, akció RPG játék alakul a cucc, és neked úgy kell legyőznöd a, hát ezt nem mutatom meg, neked úgy kell legyőznöd az ellenfeleket, hogy mondjuk googolsz, felülsz, meg mindenféle csinálsz, és végig futsz helyben. Úgyhogy brutálisan jó, illetve olyan élményeket rejteget a Nintendo Switch, mint a Nintendo Labo. Ez például a robotos kit, ezt aki követi a csatornát, hogy visszakeres, az láthatja, hogy ezt én összeraktam, és van belőle ez a robotos, van egy olyan, amiben többféle van, van benne ház, pecabot, meg mi van még pecabot, ház, zongora, meg ilyesmi, van egy olyan, ami járműves, motort, kormányt tudsz összerakni, brutálisan, és van VR kit, amiben VR szemüveget raksz össze. Úgyhogy ezek, akvárium, teljesen mindegy, tehát ezek a készletek, és csak Nintendo Switch-en elérhetőek. Tehát amennyiben te szeretnél egy olyan konzolt, amin tudtok úgy ketten játszani, hogy gyakorlatilag nem kell hozzá két külön kontroller, illetve szeretnéd magaddal vinni az otthoni nagyképernyős élményt, akkor ez a te konzolod, hiszen egyszerre hordozható és egyszerre ugye otthoni konzol. Ez a kijelzője a Nintendo Switchnek, tehát azért ez nem egy Full HD-s kijelző, ha megnézed, de ez a játékoknál nem tűnik föl, hiszen nagyon szép és nagyon dizájnos játékok vannak, hát az Zelda lemászik a képernyőről, a Mario az szintén lemászik a képernyőről, tehát olyan grafikát tol eléd, hogy így nem hiszed el, sőt, megy a Witcher 3 is rajta, illetve az új Doom is megjelenik, meg a régi is megy rajta, jó, a Witcher 3, érted, nem PC Ultra, de megy rajta, és szebben megy, mint a Skyrim. Azért az nem akármi. Szóval Nintendo Switch-et érdemes venni, mégpedig azokért az élményekért, amiket ad. A Nintendo mindig is a játékiparnak a vezetője volt, és mindig az innovációt hajtott előre, hiszen a cég az 1800-as évek végén alapult, játékkártyákat forgalmaztak, és onnan mindig is egy családi cég volt, és mindig is szívvel, lélekkel csinálták a játékokat. A Nintendo azért mindig az egyedi megoldásokról volt híve, egyedi megoldások híve volt, voltak tök negatív megoldási, és most ez a Nintendo Switch, ez annyira össze van rakva, hogy hihetetlen, és még az online része is tök jól működik. Van egy előfizetés, de szerintem mennyi? 4 euró? 4 font? Valahogy így van. 4 font. 4 font, és olyan exkluzívok érhetőek el vele, mint a Tetris 99, amit hogyha egyszer kipróbálsz, hol van Tetris 9? Egyszer kipróbálsz, nem eresztel többet. Nekem tényleg nagyon súlyos sok órán van a játékban, úgyhogy mindenféleképpen tudom ajánlani a Switch-et kisgyerekeknek, nagygyerekeknek, felnőtteknek, időseknek, fiataloknak, hiszen olyan játékok jönnek rá, mint a Brain Training, amit ha valaki játszott már mondjuk Nintendo DS-en annak idején, ez egy nagyon jó játék, és így nagyon jó karban tartja az agyat, és tonnányi játék jön még rá, és tonnányi olyan játék jön rá, amire azt mondod, hogy talán PC-n, vagy ugye nagy, más gépeken így nem ülnél le vele játszani mondjuk a tévén, de talán az, tehát nyilván a Switch-en se, viszont ágyba fekve, a WC-n ülve, buszon, vonaton, meg repülőn viszed magad, és ott elnyomkodod ezeket a játékot. Jön a Layton, professzor Laytonnak az új része is, fantasztikus játékok jönnek rá, és mondom, ezekért tehát még ürügyed is van, hogyha azt gondoljátok, hogy így nem kell Switch, akkor mondd azt, hogy figyelj, fit leszek, megveszem a Switch-et, meg a Ring Fit Adventures-t, és annyira
motivált leszek, hogy lefogyok, érted? Lefogyok, kigyúrom magam, és akkor fogod nyomni ezt, mert egyébként a játék visz előre, és utána riaszt is, és ugye azt mondták, hogy hát nézd már, ez elég kemény. Azt mondták, hogy ez biztos, hogy egy ilyen, hát mondjuk egy-két ember volt, hogy biztos, hogy ilyen vacak műanyag, hát ez egy ilyen puha gumiszerű műanyag, amit így hát húzni kell, meg nyomni, meg fejed fölé teszed, meg mindenfelé, és hát és ez nem valószínű, hogy így tönkre megy, mert eddig sem ment tönkre, pedig hát én nem 8 éves vagyok, hanem én azt meg tudom szaggatni, és van hozzá egy combfix. Na most a zsebben nyomod a Joy-Cont, az is jó, ezt meg föl tudod nyomni a combodra. Nem kell aggódni, az én combomra is rámegy, ismétlem, nem vagyok 8 éves. Mármint nem azért, mert érted, mert a 8 éves az valami, hanem hogy így méretben rám is jó ez, mert ez meg ilyen elasztikus cucc. Na, szóval, több szó, mint egy a száznál. Egy szó, mint több a száznál, ez inkább így mondjuk. Amennyiben szeretné egy olyan családbarát konzolt, amihez, hogyha, amit anélkül tudsz ketten játszani, hogy mondjam ezt? Hogy mondjam ezt, hogy vegyél egy Switch-et, mert tök jó? Hogy, és hogy ne hangozzon tökre reklámszagúan? Vegyél egy Switch-et, mert tök jó. És most, ha odaírod, hogy ez is reklám, szétvágod, de komolyan. Tehát, hogy ezek a videók, ezek azért készülnek, hogy azokra a kérdésekre válaszoljak, amiket föltesztek nekem akár itt komment formájában, akár mondjuk a Facebookos live-okon, amiket föltesztek nekem, és ezekkel a videókkal szerintem tökre segítek mondjuk a vásárlásba, hogyha szeretnél egy Switch-et venni, de mondjuk nem tudod, hogy mit évő legyél, és mondjuk rátalálsz erre a videóra, akkor én el fogom mondani azt, hogy miért éri meg Switch-et venni. Miért nem éri meg Switch-et venni? Most azt is mondhatnám, hogyha te a legújabb Call of Duty-val szeretnél játszani, vagy a Need for Speed Heat-tel, vagy mondjuk a Jedi Fallen Order, akkor a Switch-re az nincsen. Ennyi. Viszont van mellette rengeteg olyan dolog, ami hát még jobb is. Tehát beállítottság kérdése, nézd meg a játék kínálatot és ez alapján dönts, de szerintem tökre felesleges kihagyni, hiszen ha már van egy másmilyen gépet, hát mellé nem befér egy ilyen Switch. És hidd el, hogy ez fog a legtöbbet pörögni. Vagy, hát nem tudom, ezt mondhatom-e. Hát de sokat fogod használni, tehát nem az, hogy ezt megveszed, aztán megunod, ott van a sarokban, hanem egyszerűen olyan játékok vannak rá, ami játszatja magát, és tényleg, tehát ha most mondom, tehát hogy a Tetris 99, ha egy picit is érted, valaha nyomattad a Tetriszt és egyszer tetszett, akkor a Tetris 99 az hibátlan. No, nem akarok rábeszélni, megnézed, link a leírásba, azért mégiscsak azt megmutatom az utat, hogy hol tudod megvenni, aztán legközelebb találkozunk. Szevasztok! Vasztok szeretnél!